padokat dobáltak. Majd a Kossuth tér karácsonyi dekorációját is megrongálták a tüntetők tavaly decemberben a túlóra törvény elleni tiltakozások alatt. A rendőrök többször könnygázt vetettek be a tüntetők ellen. A tömegben ott volt Szarvas Koppány Bendegúz, a Momentum egyik európai parlamenti képviselőjelöltje is. Ma reggel 9 órára beidézték az ügyészségre. A kihallgatásra begipszelt kézzel érkezett, 2 hete tört el egy balesetben. Az ügyészség szerint december 12-én és 13-án a parlamentnél megdobálta a rendőr sorfalat, füstgránátokat gyújtott meg, és megszerzett egy könygázszóró palackot is, amivel megpróbálta lefújni a rendőröket. Hivatalú személy elleni erőszakbüntette miatt került sorra megalapozó gyanú közlésére, a gyanúsított nem tett vallomást, panasszal élt a gyanúsítás közlése ellen. Szarvas Koppány Bendegúz azt mondta, rabosították és új lenyomatot vettek tőle. Kérdeztük, de nem akart beszélni arról, hogy mit csinált a tüntetések alatt. Nem kívánok addig vallomást tenni, ameddig a nyomozati anyag másolatát a rendelkezésünkre nem bocsátják. Ez 2 héten belül meg fog történni, az összes anyagot meg fogjuk kapni, és az alapján fogunk tovább haladni. A Momentum elnöke viszont vallomást tett. Őt is hivatalos személy elleni erőszakkal vádolják egy füstbomba eldobása miatt. Fekete Győr András azt mondta, a történtekről több videófelvétel készült, amelyek szerinte bizonyítják ártatlanságát. Innen is üdvözlöm a Fideszt és Orbán Viktort, akik ilyen úton, módon szeretnének minket ellehetetleníteni, engem ellehetetleníteni. Én azt üzenem neki és nekik, hogy mi továbbra is folytatjuk a küzdelmünket azért a 10 millió magyarért, akiket ők nap mint nap kirabolnak. A miniszterelnök korábban az állami rádióban elítélte a tiltakozásokat. A politikai véleményét tüntetés formájában is mindenki elmondhatja, de senki sem alkalmazhat erőszakot, és nem vandálkodhat. Tehát én azt látom, hogy ez inkább ürügy volt. Az ügyészség eddig 4 momentumos politikus ellen indított eljárást a decemberi tüntetések miatt. Szarvas Koppány Bendegúzon és Fekete Győr Andráson kívül a párt európai parlamenti listájának első 2 helyezettjét, Cseh Katalint és Donát Annát is előállították.